ami, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy biongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, és ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő utat, sanyargatója botját összetörted, mint Midian idejében. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni. Csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök Atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jobb és az igazság által megerősít, és megszerelmik mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Amely nagy öröm lesz az egész népnek, a megszületett, a megváltottuk az Úr Krisztus.
Dávid városában. Ez lesz nektek a nyelv, kis nevet találtok, ójában takarva és jászolba fektetve. Az angyal hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Isten dicsőítve szenték, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Látni akarja azt, hogy
született az Úr Jézus, annak a templomon keresztül kell mennie. Csak a templomon keresztül közelítheti meg azt a szent helyet. Testvéreim, ha a 20. század embere el akar jutni Jézushoz, a megváltóhoz, az csak a templomon keresztül lehetséges, sehogy másképp. És aki ezt az utat nem válaszza, az nem fogja meglátni sem a Jézus születését, ott Betlehemben születésének helyét, és nem fog rátalálni a megváltó Jézusra soha. Testvérek, mi is felállítjuk a templomainkba a Betlehemet. És mindig a templom elején van, legalábbis nálunk. Mindegy jelezve jelzi ezt a gondolatot, alához alá támasztja, aki Jézushoz akar jutni, Jézussal találkozni, annak a templomon végig kell haladnia. Vagy talán úgy is mondanák, annak a templomot nagyra kell becsülnie, és fel kell használni azt a segítséget, amelyet a templom nyújt, hogy eljusson Jézushoz. Megadatott nekünk, testvéreim, hogy három templomban is áll a betlehemi jászol. Áll ez a templom, amelyet régen építettek. A szabad úgymondan ajándékba kaptuk. Csak éppen arra kell vigyázni, hogy össze ne dőljön. Áll a másik, a bányatelepi, a maga szerénységében, egyszerűségében, alig észrevenni, hogy Isten háza. Azt is mások építették és ránkodták, hogy gondját viseljük. Aztán megajándékozott az Úr minket, szinte csodálatos módon még a harmadikkal is. Aránylag rövid időn belül sikerült egy új Isten házát megépíteni a faluban. Testvéreim, ezt a tét nem szabad elfelejteni. Ezek köteleznek minket. Karácsony van, amikor ajándékokat adunk és kapunk. És ugye az ajándéknak örülni kell. Az ajándékot meg kell köszönni. És az ajándékot használni kell a maga természete szerint. Hálátlansága lenne el nem fogadni az ajándékot, visszautasítani, vagy elfogadni és betenni valahova a fiókba, a legmélyére, hogy csak ne is lássam többet. Hálátlanság lenne, meggondolatlanság lenne, ha a templomok a testvéreit nem használnánk fel arra, amire való, amiért kaptunk, amiért építettük, és amiért fönntartjuk. A templom segít minket, hogy eljussunk Jézushoz. Hogy is mondtam az előbb, a pásztorok biztatták egymást. Menjünk át Betlehembe, és lássuk, nézzük meg a dolgot, amiről az angyal beszél. Igaz-e, vagy nem igaz? Úgy van-e, ahogy mondta, vagy másképp? És elindultak. Testvéreim, el kell indulni, újra meg újra. El kell indulni a templom felé, mert ott van az Úr, ott vár minket. És ebben az indulásban sohasem szabad belefáradni. Egyszer fáj a derék, fáj a láb, már nem bírja a szív, akkor is menni kell még. Úgy, ahogy tudjuk. De el kell menni, mert az Isten segítsége, az Isten kegyelme, az Isten igazsága, az Isten világossága itt adatik meg nekünk, és sehol máskor. Milyen is az ember a 20. században? Nem én mondom, az Úr mondja. A királyi ember menyegzőt rendezett, lakodalmat, sokakat meghívott, és amikor már minden kész volt, elmennek a szolgák, megszólítják a meghívottakat, az érdemeseket, jöjjetek, minden kész. Az egyik azt válaszolja, földet vettem, megyek ki megnézni, nem mehetek. A másik, öt iga ökröt vettem, nem mehetek, megyek kipróbálni, menj ki engem.
A harmadik megrősülten, nem mehetek, mentsd engem. Ez az Úr szava, az Úr ajkáról hangzott el. Hogyan is néz ki ez a 20. században, a mi világunkban? Nem mehetek, mert hétvégi terket vettem. Megyek bekeríteni, megyek kapálni, megyek füvet ültetni, megyek házat építeni, megyek szabad levegőre, megyek napsugfényre, nem mehet. A másik, autót vettem, elmegyek ide, oda, meg vissza. Kirándulunk, napozunk, fürdünk, erdőket, hegyeket járunk, városokat nézünk, nem mehetek. Kérlek, ments ki engem. Televíziót vettem. Az nincs a templomban. Minek menjek oda? Nem láthatok erőszakos kultúrásokat. Nem láthatok messzerességet. Nem láthatok háborús filmeket. Nem kacaphatok megmúlt emberek hihetlenségén, és így tovább. Csak nem fogok beülni egy hideg templomba, amikor itt kényelmesen a fotelban ide jön hozzám elég az egész világ. Kérlek, ments ki engem. Mentegetőzni lehet soká, nagyon soká, de meddig. Addig mentegetőzünk, míg aztán megkeményedik egészen a szívünk, és már nem veszük észre a világosságot, nem halljuk meg a szépre, a jóra indító isteni üzenetet, megvonulunk, nem akarunk igazából már semmit, és mivel nem akarjuk Jézust, a világ világosságát, azért valójában békességünk se lesz sohasem. Testvérek, karácsonyban a pásztorokra gondolunk. A pásztorokra, akik elmennek, és megnézik az Urat, mert találkozni akarnak vele, mert nekik kell a megváltó, kell a messiás. Mi sem vagyunk mások, csak éppen úgy emberek, mint ők. Nekünk is kell ő, a messiás, a megváltó, akit egyedül a templom által közelíthetünk meg, és a templom segítségével ismerhetünk meg, és nyerhetünk meg magunknak. Amen. És a Jézus Krisztusban, hiába, amikorunk van, a fogadatot szentélektől, születettség Máriától, kenvedett Kocsis Pilátus alatt, megfeszítették, mert hala esetre megtekik, halászállt a bokorra, meghoz tálunk, meghoz velünk az emberi élet örömeit, gondjait és bánatait.
Szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is a kész, és uralkodol mindenre, körmere kérünk. Amen. Thank you.
Amen. Úrunk Jézus Krisztus,
te azt mondod valatos magadnak, egészséget adok rátok, az én végémet adom nektek. Evékeinket nézett a nagy megházat, ítélt ő is, a szándékos szerint végében is ad meg teljesedtségét, aki ősz és uralkodó mindörökkel örökké. Amen. Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszönjétek egymást a béke jelében. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Hozzám értő